Sziasztok! Tudom, hogy szeretitek a Peppós videót. Ezúttal egy Peppó videó fog készülni, de nagyon rövid lesz, úgyhogy pár perc alatt vége is lesz. Nem fog sokat kelleni időzni. Lámpát mentem venni a kiságy mellé a szoptatósarokba, találtam is ezt a nagyon szép kis fehéret, letisztult lámpa, tudjátok-e, vele a kis hosszúkás égővel, nem elemes, hanem áramos, 1550 forintba került. Nézed? 1550 forintba készült. Hozzávettem 2 darab elemet, 2 darab mi ez? Lámpa. Égőt. Bocsánat, az égőknek darabja 470 forint volt, fehéren ég, nem sárgán, nagyon erős, de hát erős, nem nagyon erős, hanem elég erős ahhoz képest, hogy milyen kis picike, vagy nem is tudom, hogy mondjam, meg milyen olcsó. Majd be fogom tenni nektek a lámpába, és meg fogok nektek csinálni egy kis videót róla. A lámpa az oda fog kerülni, a kiságy mellé, rá, és viszont abba a sarokba szeretnék majd ottan a hintaszékbe szoptatni a kiságy mellett. Úgyhogy ez a 2 kis égő van még. Na vegyed. Van még itten Pepco-ból egy tárolódoboz, 390 forint, 1 literes sót szeretném beletenni, ne pakoljál ki! Sót szeretném beletenni, mert most meg van bontva a... Igen. Sót szeretném beletenni, mert meg van bontva, és csak úgy a zacskót lögdösöm innen oda a pultra, és az fog bele... Bocsánat, elfogyott a tárhelyem, így megállt a videó. Ahogy sétáltunk a Pepco-ba, találtam egy ilyen mosás utáni szárító nyavaját. Nem tudom, mi a neve, nem is tudom, hogy szükségünk lesz rá, mert ugye remélem, hogy fog cicizni, úgyhogy nem, remélem, hogy nem lesz szükségünk rá. Nincs is csak egy cumis üvegünk itthon, és egy cumikánk. De attól függetlenül kis praktikus dolognak láttam. Ne lökjük rá jobbra-balra a szárítóra, a poharakhoz, meg a többi edényekhez. 780 forintba került. Nem bontom meg. Megnézem, hogy... Bizony, te is. Megnézem, hogy szükségünk lesz-e rá, vagy sem. Ha nem, akkor majd továbbadjuk ajándékba. Nem bontjuk ki, most mondom, hogy nem bontjuk ki. Tovább adom maximum ajándékba, mert van körülöttem még egy jó pár kismama. 2-3 termék, nem sok van már itten. Uh-huh. Van itt egy ilyen körönvágó szett. Apának nem kell ilyen, mint cumis üveget? Apa sörözik, nem cumizik. Te meg tejcsit iszol, meg vizet, úgyhogy ne se cumizol. Miért? Van egy ilyen körönvágó szett, 550 forintért van benne egy körönvágó olló, csillagom egy picikét, körönvágó olló, egy körönvágó csipesz, és egy ilyen Cosmo ellen kis fésű. Erik, bocsánat, csak féltem, hogy beugrik, mert éppenség mesztelen cikázik itt a szobában, az ágyban, és nem szeretném, hogy azért egy fenekedbe villancson itten jobbik esetben. Nem tudom, hogy minőségre mennyire lesznek jók, vagy mennyire rosszak, de 550 forintért szerintem egy próbát megér, hogy tegyünk. Ugyanúgy magamnak vettem még egy sarokreszelő szettet, 320 forintért, van egy ilyen reszelő része, egy ilyen másik fajta reszelő része, egy ilyen habkő és kefe oldala. Nem tudom, hogy mennyire jó, de már szegény sarkom nagyon csúnya. Nem tudom, hogy meg fogom-e tudni csinálni magamnak szülés előtt, vagy csak majd, ha lement a pocak.
és a Tesco-ból lesz az utolsó termék. Úgy képzeljétek el, hogy jó múltkorában, amikor voltunk Tesco-ba, láttam ezeket a nagyon pici kis újszülött kis sapikat, nagyon aranyosak, és 56 cm-es sapik, és 2000 forintba kerültek, szerintem nagyon drága, és most le volt akciózva, 990 forintra ez a három darab sapi. Az első egy ilyen fehér kis kék szivárványos, egy kék csillagos, meg egy sima kis csíkos sapi. Úgyhogy egy ilyet is vettünk Lacusnak, most Erik nem kapott semmit. Miért? Mert Eriknek teli van a hűtő édességgel, csokival, meg minden édességgel, és játék már annyi van, hogy már sokszor sok is. Ez lett volna a mostani vásárlásom, mondtam, hogy rövidke lesz, kevés dolog, nem sok minden, de gondolom hát, hogyha esetleg egy tippet tudtatok kapni arról, hogy mi, meg hogy hol beszerezhető. Ennyi lett volna a videó, majd bepakolok nektek még, beteszek nektek még egy videót, ahol fog látszani a lámpa beszerelve. Addig is, ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és ami a legfontosabb, hogy nyomjátok be a kis csengőt, kapjatok értesítést minden egyes videóról, amit feltöltök nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok, további szép napot kívánok nektek, puszillak titeket, sziasztok!